fontos volt. Nagyon hozzá kell szokni egy ilyenhez, hogy hogy mennek végig a folyamatok, de beletanulunk szerintem egész gyorsan. Műszaki hibánk azok jönnek folyamatosan, tipikus ladahibák, úgyhogy rajta vagyunk, igyekszünk kijavítani, de nyomjuk. Nagyon szeretünk keresztbe menni, és nagyon szeretjük a nézőket, úgyhogy nyomjuk. Aztán tanulunk jövőre, meg majd egy Rally 3-at szeretnénk időt is megnézni, hogy hova tesszük magunkat. Érzem magamban azt, hogy ha összeszedem a dolgokat, akkor lehet belőle valami. De sokat kell még tanulni, mindig. Az Eger Rally előtt Kunmadarason voltunk egy párszor, az All-Star gálán ott sikerült is megnyernem az amatőr kategóriát tavaly. Aztán a többi meg jött gyerekkorunkból. Gokartoztunk régen, motoroztunk, úgyhogy megvan a múlt. Székmánynak az autója. Mi áttételt változtattunk hosszabbra. Erőbe szerintem ilyen 170 lóerő köré tenném. Gátlók is nagyon jók, állítanunk kell. Attól függ, mire használjuk. Jönnek, már mikor érkezünk, jönnek le a domboldalról, úgyhogy nagyon, nagyon szeretünk mindenkit. Már meg se érkezünk, már szaladnak le, úgyhogy nagyon, nagyon jól érezzük magunkat. Én nem gondoltam, hogy ez ilyen fárasztó, meg nehéz, meg egybe lejönni, úgyhogy örülök, hogy sikerült egybe lejönnünk. Büszke vagyok mindenkire, navigátoromra, tesómra, neki is, navigátorára. Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük szépen. Nem tudtuk, hogy ez ilyen jó, csak fura elhinni, hogy nézőként még két hete most meg autóba, úgyhogy brutális, köszönjük szépen.